már most kezdődik a zavar. Megérkeztünk a playhíze. Igen, de egyébként már most veszi. Úgyhogy vigyázzál, amit mondasz. Na, igen, itt vagyunk Debrecenben a Phoenix csarnoknál, úgyhogy most fogunk bemenni. Elméletileg. Már most elég sokan vannak, már most elég ráparáztam. De szerencsére itt van velem Ákos barátom, meg két másik nagyon kedves barát. Úgyhogy meglátjuk, mi lesz. Arra is gondoltam, hogy lehet utólag kéne kommentálni. Most menet közben nem biztos, hogy lesz hozzá lelki erőm. Lehet. Vizé, azt tudod. Utólag felvenni. Persze. Exit. Entrance. Egyben bejárat is. Jó, anyja. Jó napot! Egy kicsit sötét lesz ebben a napszövegben. Mi? Látok, milyen jól bejutak? Aha, na, szuper. Nem hiszem, hogy sok minden látszani fog a felvételről. Pont szemben van az Asusnak a standja, ahol pedig a legújabb kütyüket lehet kipróbálni. Úgyhogy érdemes ott is körbenézni, mert elég hardcore cuccok vannak ki. Illetve itt vannak a videósaitok, itt tőlünk jobbra nektek, balra láthatjátok, ahogy éppen dedikálnak. És természetesen a hozzájuk kapcsolódó videósbolt, illetve az OCTV-t is érdemes megnézni, mert elég jó a cuccaik vannak. Na, én azt hiszem mindent elmondtunk. Egyetlen a lényeg, hogy az utolsó műsorszám az utolsó 10 perce lesz majd, ugye 6 óra előtt 10 perccel kezdődik. Nézzétek, válasz egy embert. Na, egy embert én úgy a felelősségben. Tehát ki szeretne játszani a színpadon? De nem hallja a vízét, kicsit csöntetek. Az vagy a kollektorok miatt valahogy egy jelezni is kéne, hogy én. Nem hallja a vízét, nem hallja. Na, ott van a fiatal ember, aki sapkában, talpik sapkában jelentkezik, és valami lesni van a talaján, hogy én nem látok. A VR részleget kéne megkeresni, nem? A VR-t. Azt nem tudom, hogy az egész terület ennyi, vagy még lehet máshova is menni szerintem. Nem ismertek? Igen. Hát, ahogy megtalál az Oscar? Ja, én vagyok. Csak egy képet? Persze, hogy. Lehet, hogy... Szorosabbra kellett volna ragasztani. Lehet, úgy fogom csinálni, hogy menjen, aztán majd utána megvágom úgyis. Egy olyan 50 percet fel lehet vele venni. Menjünk akkor. Ja. Ez úgy mi itt? Felnézzük az a másik részre. Aha, nézzünk fel. Ákos!
jól mehetünk. Panorámáztam egyet. Ez a Lenovo az jó márka. Ha? Na. Felfedeztük a WC-t. Hát vannak egy páran, nem mondom. Arra is kíváncsi leszek, hogy mennyire lehet hallani majd a hangom az utólag a felvételen. Van itt minden. Lehet a másik oldalon van. Szerintem forduljunk vissza. Lehetünk haza. Figyelj, még alig jöttek be az emberek, de már felismertek. Hát egy ember, jó. Ezt most veszed? Aha. Tehát, jönnek. Nem biztos, hogy lehet hallani, amit mondasz amúgy. Aha. Vagy hangszavar van. Hát a VR-t azt még nem sikerült felfedezni. Habár még van két szint. Csak azt nem tudom, hogy akkor most ez a Phoenix csarnok, tehát hogy az egész rendezvény itt van, vagy van még valami külső területe is. Ennyi. That's it. Yeah.
Körülbelül mekkora kivetítő azért, ez már megint durva már. Hány szoros lehet? 100 szoros. Ez Jacob verseny. Ja. Hát igen, elvileg beállhatsz is játszani. Molnár Szabolcs, ő egyedül nevezett. Ki szeretne Molnár Szabolcs ellen játszani? Hú, ő volt a lehetőség. Ez nagyon nem biztonságos, ez akkorát lehet törölni, hogy egy életre megemlegeted. Már mert érted, hogyha picit jobban megindítod, akkor kicsúszik alólad. Meg az a baj, hogy ezt csak sima betonon lehet használni, tehát ilyen földútra ezt elviszed, hát nem hiszem, hogy sokra mennél vele, vagy ilyen hegyes vidéken. Más mesteremcő. Mesteremcő. Mi történik itt? Ja? El kell találni azt a figurát. Ja, el kell találni a Creepert. Próbáljuk. Aha. Megint mindenkit, legyen! Aha. Csak nem tudom, hogy a sor az hol van a sor vége. És picit TNC. Jelünk, Gabi, mutasd meg! Majdnem. Nézd te? Következik meg? Hát bedobd le azokat a figurákat. Megsimogatják a fejed. Én dobjam. Szeretném. Hozzá. Hölgy után.
sokat, tudod Gabi, túl sokat játszottam FPS-ekkel. Hát az ennyi bort van az lehet. Ezt neked adom ajándékba. Tiéd a bányászérme, osz szét a rajongóid között. Hirdess meg egy jó videót, hogy van ilyened, és osz szét közöttük. Rakjuk el a táskába. Ezt rakjam el a táskába. Ezt rakjam el nálam. Rakd már el, Lici. Ezt rajtatok? Aha. Menjünk le. Fent ebben lehet menni, vagy azt már nem? Fent már nincs semmi, mert lehet, hogy ott fent még valami van, nem? Ott folyra, folyra! Find another way. Mindjárt lelőnek. Aha. Fú, de jó panoráma felvételt fogok innen csinálni. Thank you.
Igen. Mortal Kombat 9-et vagy 10-et nem látod sehol, mert akkor beállhatsz azért nézőkvés osztja. Nem, de valószínűleg kontrollere kéne irányítani, az meg ugye nem szoktam hozzá. Igen, van ez a Na, itt ez a Doom 4. Aha. Aha. Aha, Doom 4. Tegnap játszottam vele. Aha, ez mind a Doom 4. Próbáljam ki? Kipróbálom, jó? Csak a felvétel kedvéért. Na gyerünk Ákos, mutasd meg. Most Ákos játszik. Hisz Ákos barátom. Ez nekem nagyon szeretem. Szokatlan az irányítás, ugye? Kipróbálszom? Na megpróbálom én akkor. Tegnap jelen meg, de hát olyan billentyűvel és egérrel sokkal könnyebb. Persze. Ilyen szép a grafika, hogy még ennél is szebb nézve. Hát kb. Ilyen. Szerintem ez is az. UHD is ez is. Homály is egy kicsit azért élesnek kéne lenni ilyen a képet, nem? Aha. Igen, a textúrák azok nagyon mosottak amúgy. De ott is. Aha. Messzebből kell nézni. Igen. Thank you.
Ja. Ez meg mi? Ez meg a Tomb Raider. Aha, MK9, ja. MK9, a 9. rész. Nem, nem a 2011-es. Mondom, hogy oda mennél? Volt, hogy rohadásig játszottam. Baraka? Baraka, aha. Sikerült egy kis mindenhol meghasztok. Lesz valami Four Honor nevezetű játék, ilyen lovagos szamurái is. Ha. Én kontrollerekkel tényleg rohadt nehéz. Hát nagyjából. Ennyi volt. Megdöglöttem. Öreg vagyok én már az ilyen rendezőjekhez. VIP. Itt már csak ilyen néző tér van. Thank you.
Hé, Gabi, ide már elit rangúnak kell lenni? Azt az valami gyűjtő, nem? Aha, igen. De mit gyűjt? Bélyegeket. Micsoda? Micsoda? Azonban a kettőnek a én nem látom a VR-t, sehol. Esetleg a Windows 10-nél megnézhetjük, mert azt hiszem, hogy ahhoz már Windows 10 kell VR-hez. Nem biztos. Ja. Megnézzük a VR-t. És a 9. körbe lépők 6-2-re vezetett Juventus, tanuljátok meg ezt a rövidfüttetni, ilyen alkalmas, ezt én sem használni. Igen, ez ugyanazt a kalapállát lehetettük ugye a Rashica, míg a CT oldalon is. Ez egy nagyon jó fűszerét. Menjetek elő, mert könnyebb, nehezebben hagyjuk el egymást. Menjünk. Ez MediaMarkt részleg, nem hiszem, hogy itt lenne. Hát ez nem is drága, nem?
Hát én 12-ért vettem egy lézeres egeret. Egy speedlinket. Meg vagyok vele elégedve, már 3 éve szolgál. Kerestek most valamit, amúgy? Hát akkor mehetünk. Mehetünk? Menjünk akkor erre, gyertek. Na persze, van egy tollad? Nincs. Mondja, azt kell vélni. Lelet szabad beszélgetni. Tényleg? Máté vagyok. Jó, Máté vagy. Tenger mély tiszta leszem. Nem, ugye, nem találom a tollat. Ez ilyen kis-kis fúrkat megy? Te vagy a harmadik ember, aki megismertél amúgy. Jó, az azt nem mondja. Igen? Hol írjam alá? Lici, hol lesz? Ott is jó. Hozzá egy ajándékot tőlem, ezt most nyertem itt a Play-en. Köszönöm. Nincs mit. Neked is minden jót, hello? Csula. Még egy. Ja, már a harmadik. Ja, már a másik ketten voltak. Aha. Ja. Hát szerintem a VR az nincs kiállítva most. Jövőre hozunk ilyen táblát, ami ilyen nyíl, és akkor ilyen világít, de ott fegyel, és kileszél a Winkler Oscar, és akkor állsz, de letesz. Ja. Aki keres, azt megtaláljon. Egyedül azt sajnálom, hogy a szép lányok nem ismernek meg. mindjárt jön vagy három. Olyan három bombázó. Akarja megszerzi magának máshol, tehát erre nincsen ráhatásom, az egyetek popstárok, és megkapjátok így. Tehát nekem nem kötelességem se mondjuk tüzet adni a gyerekemnek, hogyha rá akar gyújtani, és a intravénás gyűjt se odaadni, hogy meg akarja vinni magát. Nagyon remélem, hogy olyan értékeket fog örökölni, amik miatt ezt máshol sem fogja őt rávinni. És ha visszakanyarodik egy tematikus a dolog a videójátékokra, a másik dolog, ami miatt én feltalálni bizonyos korolat a videójátékokat, hogy rendkívül magas lett az ingyen küzdött a mostani videójátékoknál. Régebben a belső tubvédel, emlékszünk rá, az első tubvédelben
Fú, de rohadtul nem látok semmit. Hogy mit csinál, nem? Ebben egyetértünk? Igen, abszolút, illetve még valamit áttestenek, hogy ne a játékosra toljuk át a szülői felelősséget. Tehát nem a gyereknek a hibája az, hogy ő szeret játszani, és a szülő sok esetben, nem tudja, hogy a gyerek mivel mulatja az idejét. A szülőnek is ott fel kell nőnie, látnia kell, hogy mi a gyereknek a hobbi, a partnernek kell lennie ebben, és tudni, hogy az mi, ahelyett, hogy a régi rendszer tűrtávomat felfogását alkalmazza, ahelyett igenis tudni kell, hogy azt a játékot, azt leülök a gyerek mellé, és együtt éljük át. A tudás hiányából fakadóan meg ezt nem szabad. Merre akartok menni? Hát nem is tudom, mennyi az idő? Mennyi az idő? Hát olyan 11 óra. Nyilván erről is szól ez az egész, tehát, és hát bízunk benne, hogy minél többet tudunk majd segíteni a szülőknek is. 11 óra. Nagyon szépen köszönöm. Hát az olyan, igazából már mindent láttunk nagyjából. Hol találnak majd titeket meg? Ajánljunk valamit. Itt vagytok? Valamit, ajánljunk valamit. Menjünk el kajálni? Menjünk kajálni. Tehát akkor az Edőről itt van egész nap, úgyhogy ajánljunk kajálni. A dedikáló sorokban nem találtuk. Akkor kajálni megyünk. Itt megtaláljuk, állítsátok meg őket a héten, hogyha van még kérdésetek ezügyben. Köszönöm szépen, hogy elmondtátok mindezt. És folytatjuk. Ha meg pedig van kedvetek majd játszani, gyertek vissza, mert szerintem itt egész nap játszani fogunk fönn. Lesz hely. Jó, ami betrolkodunk. gyertek és valakit verjetek el, szerintem. Jó? Köszönöm szépen, srácok, ezt vissza is veszem. És megyünk is tovább. Melyik? Itt a kisfiúnak a fején kollégát van, föl hengergetik a színpadon. Na igen, arra gondoltam, igen. Bézzék, sziasztok. Mi történik most? Most például bemúvókolsz, igen, én meg így kergetlek. Jó, és egyébként pedig forza lesz, de nem ám akárhogy. Tehát a következő lesz a helyzet, hogy igen, ezt én el is veszem, és meg ráutaló magatartást teszek ezzel a dologgal. Úgy fogunk forzázni, hogy ezeket a dolgokat fogják használni a játékosaink. És ebben egyébként nektek megint tevőleges szerepetek lesz, ugyanis szeretnék, hogyha majd ti is játszanátok itt velünk és a játékosainkkal a színpadon. Először is ehhez nagyon fontos lenne fölhívni azt a két fiatalembert, akikre most szerelik éppen az élőszövetre a fémvázat, szóval akkor egy kicsit még vagyunk. Annyi a vére, hogy leülsz és nézhetsz külön. Játéknak az lesz a lényeg, hogy jön kettő darab YouTube videós, akiket szerintem sokan ismertek. Őket szépen egy-egy csapatra szétválasztjuk, és jöhettek ti is föl. Megint működik a csapatosztatás? De mindig ez legyen, valami nekünk is legyen, ami igazán fölfestíti a kis vérünket. És akkor jöttök ti is egy-egy ember a két játékoshoz, és a következő lesz lényeg. A csapatokat majd eldöntitek az egyik csapatban. Szerintem erre van valahol. Be lesz kötve a szemét. Gyere, keressük meg. És nála lesz a kontroller, és forzázunk, tehát gyakorlatilag... Gyanítom, kiindulva abból, hogy egyébként ők ugye állandó jelleggel így néznek ki. A két vendégünknek lesz bekötve a szemem. Lehetséges, igen. És a kutyáik fogják segíteni majd őket. És az a lényeg, hogy ők fognak, tehát gyakorlatilag ugye akinek be lesz kötve a szeme, ő fogja vezetni az autót mindenféle vizuális információ nélkül. Na, és a segítőjük fogja nekik egyfajta kibőjített Witfarerként mondani, hogy most jobbra, most előre, most fékezni. És hasonló. Az eddigi versenyeken nagyon zseniális dolgok születtek. Olyan helyeken jártak autók, amit még a fejlesztők sem gondoltak.
Tehát megnézzük, hogy mi lesz ebből. Most pedig akkor, kedves közönség, fogadjátok szeretettel a kettő darab pamputyát. Egészen pontosan kettő. Jobbról balra és balra jobbról is megszámoltam. Sziasztok! No, nem az olyan, hallottátok, hogy mi lesz a feladat. Úgynevezett vak hozzájárás. Az a helyzet, hogy itt most titeket ketté választunk. És mostantól fogva Mózes, a szövetségnek vége, és halálos ellenfelek vagy. Várja, ha most Mózes ellentelek le, és azt mondod, hogy a szövetségnek vége, na mindegy, ne menjünk bele ebben a vallás dologba. Az a lényeg, hogy mind a kettőtöknek választani kellene egy-egy szimpatikus fiatal. És mostantól fogva sikoltás alapon lesz a választás. Igen, ezt hát az oldalt, gyere akkor te, mondjuk itt az elválasztó vonal, te erről az oldalról választasz valakit, aki sikítással, jelentkezéssel, bárhogy nagyon ráutal, jó? Tehát nézzük, ki szeretne játszani! Ez így egyszerű volt, hisz olyan... Kifejezetten szofisztikált. Ezen az oldalon, tiéd a választás. Én messze akarok egyet választani. Na, a legfontosabb, hogy elhívja. Itt van, hatás van.